2024. február 2-ától rendezték Dohában a 21. vizes világbajnokságot, mely több szempontból is különleges volt. Mindössze 187 nappal a fukuokai VB záróünnepségét követően gyűltek össze újra a vizes sportágak, úgy mint az úszás, a nyíltvízi úszás, a műugrás, óriás toronyugrás, szinkronúszás, valamint a vízilabda legjobbjai. Ráadásul szinte minden szakágban ez volt az utolsó lehetőség az olimpiai kvóta megszerzésére. Így 201 országból 2600 versenyző nevezett. Az Antenna Hungária közel 100 fős kreatív stábbal közvetítette az eseményt. Nagy megtiszteltetésért minket dunaharasztiakat, mikor felkértek, hogy vegyünk részt a közvetítésben. Jó magam floor managerként dolgozhattam két helyszínen is, a műugráson és az óriás toronyugráson, míg kollégáim egy Abu Dhabi cég által biztosított nagy optikájú kamerákon keresztül kameramanokként. A műugráson 57 órán keresztül 3144 ugrást közvetítettünk. Nagy büszkeség, hogy három magyar sportoló is nevezett, Kovács Eszter, Kun Patricia és Esztila Mozena. A World Aqua pontozó bírói székében láthattuk Székfi Nórát, valamint vezetőbíróként Kelemen Ildikó műugró olimpikonunkat. Szinte tapintható volt a feszültség a dohai Aspire Dome-ban február 12-én, amikor is a magyar női vízilabda válogatottunk 5 méteresekkel 13-12-re legyőzte a címvédő és Európa bajnok hollandokat, így a négy közé jutott a dohai világbajnokságon, egyszer mind megszerezve a kvótát a párizsi olimpiára. A lelátón pedig számos olimpiai bajnok magyar sportoló megfordult. A férfi vízilabda válogatottunk mindenki meglepetésére sajnos nem jutott a legjobb négy közé. A női válogatottunk viszont várakozáson felül teljesítve egészen a döntőig menetelt, ahol csak az Amerikai Egyesült Államok csapata tudta megállítani. Így szépen csillogó ezüstéremmel érkeztek haza. Az ott töltött 3 hét alatt lehetőségünk nyílt megismerni a mindössze 2,5 millió lelket számláló országot és az arab kultúrát. Amennyiben az Antenna Hungária kollégáinak szakmai munkája elnyerte a megrendelő World Aquatics tetszését, jövő nyáron a kis haraszti csapat Szingapurban is szerepet kaphat.